Sziasztok! Én vagyok Iskari Utás, és... Szóval ma az anime és a kaják... Kajákról lesz szó. És hogy hangulatba kerüljünk, hoztam egy pokit. Kiosztanád? Igen. Így, gyere. Így, azt szét mindenkinek adjál kettőt. És a vendégek, akikkel beszélgetni fogunk, az Dokoro. Sziasztok! Igen. Hello. Yuko az anime magazintól, és Zsolti, aki a nagyobb vintage anime szakértő. Lila pedig Comic-Con lehetett vele már találkozni többek között például. És jól látom, mindenkinek jutott poki, te nem kérsz, jó, gyere máskor is, remek. Igen. Készülve erre az előadásra. Készítettünk egy ilyen gyönyörű statisztikát, meg kérdőívet, meg minden. Kitöltöttétek? Jó, nem? Oké, rendben, szeretünk. És szóval itt lehet látni, hogy zömmel lányok töltötték ki ezt a kérdőívet. És hát olyanokat kérdeztünk meg tőlük, hogy melyik a kedvenc japán ételeük, voltak-e már japán étteremben, mit próbáltak meg otthon főzni, és mondjuk a kedvenc nasi, és az jött ki ebből a dologból, hogy szóval rá lány el akart menni, ráment enni, ezért elment a wasabiba, és hát evett, nem tudta ezt otthon megfőzni, ezért sushit készített el. És az lenne kérdésem, hogy ti voltatok-e már japán étteremben? Én voltam már többen is. Voltam a Bivakóban, a Komacsiban. Hát főként ezeket emelném ki, ettem már a wasabiban is. Ugye a Bivakó az abszolút autentikus, japán ételeket ad, tehát hogyha minél jobban olyat szeretnétek, ami hasonlít a tényleg a japán ételekhez, és nem csak egyfajta utánzat, akkor a Bivakóba ajánlott igazából menni. Komacsiba is nagyon finom ételeket lehet enni. A rámenkát is próbáltuk, de az szerintem nem üti meg ezt a kettőnek a szintjét. Én meg sajnos nem voltam, úgyhogy most így felmegyedzetelek, hogy hova lesz majd érdemes menni. Én voltam, és ráadásul itt a nyári Fantasy Expo-n elmentem ebédelni ide a Kitsune-ba, amit van a közelben, és én akkor azt a rizsomletet ettem, ami nekem nagyon ízlett. Szóval nekem eddig nagyon pozitív élmény volt egy japán étterembe menni. Ti voltatok már japán étterembe, csak olyan, aki volt, az úgy kész felemeléssel. Jól láttam, hogy ilyen rendes népek vannak, rendben. És a kedvenc étel az volt, hogy ramen, sushi, curry, katsudon, mochi, miszóleves, yakisoba, miszoba, omurice, onigiri és dango. Kedvenc? Nekem a curry. Igen? Curry, illetve az udonleves. Egyszer kóstoltam mizolevest, az nagyon finom volt, és a mocsit ezt nagyon szeretem. Nagyon rá, igen. Hát nekem is az az omurice, amit mondtam, meg a mochi, az nekem is egy nagyon nagy kedvencem. Azok közül, amiket eddig így kóstoltam, ott tánkajából. Itt megkérdezem, hogy inkább rámenesek vagyunk, vagy inkább sushi? Rámen. Jó, akkor mi kérdezem, aki mondjuk rámen, azt tegye fel a kezét. És aki inkább sushi is? Aha. Hát igen. Hát látom, hogy én is szeretem a sushi, csak az a baj, hogy hal van benne, és nem
sült marha, de ezen kívül rendben, és próbáltatok-e már otthon főzni? És spoiler, itt ér az acskós leves. Szóval itt az a kategória, ahol ér. Én körülit készítettem már otthon, jól sikerült. Csináltam olyat is, ami ilyen hát ugye előre elkészített, és csak a mikróban kellett megcsinálni, de csináltam olyat is, ahol a poralapot vettem meg hozzá, és akkor ugye az alapanyagokat pedig hozzáraktam. És szerintem jól sikerült. Hát ha ér az acskós leves, akkor én mesternek számítok, de egyébként nem. Hát én az acskós, mit tudom én szépen. Nisin leves, hogy van arra. Zsolti? Én csak zacskós leves szintén. Jó, és láthatóan mindenki túlélte az otthoni próbálkozásnál, szóval nem volt annyira rossz. Közönséget is kérdezném, hogy otthon főztünk-e már, vagy a sushit takertgettük. Oh yes, igen. Jó, sok házi tündér van. És a kedvenc japánosi, tök spoiler, poki győzött, mert ezt mindenhol lehet kapni, majd jön a mochi, meg a taiyaki. Nem tudom, hogy kell pontosan kérdezni. Nektek hogy ízlett? Én a mochi-ért annyira nem vagyok oda. Igen. Annyira nem szeretem. A poki jó, de semmi extra. Én a Baum Kuchen-t imádom, mert ez egyszerűen eszméletlenül finom. Én ugye a mochit nagyon szeretem. A poki igazából olyasmi, mint a ropi, csak kicsit még édes, és az annyira. Ha valaki vesz, nekem szívesen megeszem, de egyébként. Némi célzás. Jó emberek, szóval kit lehet kapni? Hát ezek közül nekem is a mochi az, ami ilyen abszolút kedvenc. És pokit talán egyszer ettem, amikor megkínált belőle egy barátom, és akkor az is ízlett igazán, volt szóval. Arra is azt mondanám, hogy szeretem. Poki? Szeretjük? Igen. Igen, igen. Jó. És a mochit? Hát ez mindig lássik. Jó. Ebben haladjunk tovább. Ó, igen. Itt megkérdeztük a válaszadókat, hogy vajon melyik a kedvenc animéjék ebben a témában. 14 cím jelent meg. Itt a Ristorante Paradise volt az utolsó, az első pedig a Food Wars. Ezt így kell mondani. Shokugeki no Soma. Igen. Úgyhogy Shingeki no Soma. És az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményetek erről a listáról, vagy hogy ti mit emelnétek ki esetleg belőle? Hát a Soma ugye nem meglepő, hogy az lett az első, mert ugye anno, amikor futott, nagyon népszerűségnek érvendett, és ugye nagyon sokan szerették. Ugye aztán a 4.-5. évadnál így elkezdett lefelé menni a lejtőn így a népszerűség listán, de azért még mindenki emlékszik rá, nem véletlenül, hiszen igazából igen, beleraktak mindent, amit bele kell rakni, hogy mindenkinek megfeleljen, tehát ugye csinos lányokat, aranyos lányokat, menő fiúkat, szerethető fiúkat, tehát minden meg volt benne, igazából egy ilyen, kicsit ilyen mondhatni shonen jellegű volt. Hát, talán az az egyetlen ilyen főzős animámi shonen jellegű. Hát meg ami igen, tehát hogy ugye sokáig is futott, meg sok, verseny is. Igen, sok évadot csináltak belőle. Tehát méltán került igazából az első helyre, az lett volna fura, ha nem ez kerül ide. Somát, azt szerettük nézni, vagy csak a csajt néztük belőle? Csak a kaja. Ki az, aki csak a kaja miatt nézte? Aha. És ki az, aki csak a csajok miatt nézte? Ez senki nem megy bevárani. Jó, oké, de ott van egy hősember. Igen, jó, remek. Csajt másik animében is tudsz nézni, kaját viszont nem. Ennyit. Mert hogy a kaják azok nem voltak mindig részese az animéknek, mert egészen a 70-es évekig kellett várni arra, hogy kijöjjön az első anime, vagy manga, ami ebben foglalkozott, a Hōjin Ajihei, és 73-tól 77-ig futott, majd a 80-as években jött egy ilyen nagyobb animés, mangás buma, kajás animék terén, és az első ilyen, amit így mai napig fut, a több mint 1000 fejezetből álló, és Japánban a top 10-es alkotás, az Oishinbo, amit Zsolti látott, vagy ő... Nem láttam, mivel még nincs végig lefordítva, csak fontosnak tartottam ezt megemlíteni,
ugyanis ez a, hát igazából a valaha készült második ilyen főzős anime, ez konkrétan arról szól, hogy a két főszereplő ilyen ételkritikus, és itt járják sorra a japán éttermeket. Ez egy seinen anime igazából, és a Shinei Animation csinálta, akik a Doraemont is csinálják a mai napig. És ennek is az animéje a mangához hasonlóan nagyon népszerű volt Japánban, több mint 100 részes. Aki esetleg meg szeretné nézni, annak hát igazából várnia kell még vele, mivel azt hiszem a 40. részig van jelenleg lefordítva, de a csapat, akik csinálják hozzá a feliratot, azok elég gyorsan haladnak vele egyébként, szóval nem tudom, lehet, hogy már jövőre vége is lesz a fordításnak. Nekem ez annyi kérdésen, hogy ez ilyen 24 perces, vagy ilyen rövidebb? 24 perces részei vannak. Ez egy seinen sorozat, szóval aki nem szereti az ilyen sztorikat, azokat nem feltétlenül kell ilyen irányba elmenni. És azért seinen, mert az egész, ez a kajás részleg, ez leginkább ilyen fiúkra van összpontosítva, főleg seinen, meg shonen sorozatok futnak ebből. És ide tartozik például itt a harmadik, legtöbben nézték meg a Maamát, és hogy mi a véleményetek az a Maamáról, hogy ő, mint sorozatról, harmadik itt a bácsi tartja fején a kislányt, és a kislány meg a tömibagában a hatalmas nagy szendvicset, pizzát, nem tudom, valamen ételt, mit eszik, nem tudom. Szendvicset. Ez egy nagyon cuki anime egyébként, mert a kislány így besegít a főzésben, tehát hogy együtt főznek ugye a lányjal, és nagyon aranyos, szerethető, tehát megjelenik benne a kaja, de a kislány miatt nagyon jó. Igazából ez megcsábolhatná csak így a fiúknak készülnek az ilyen sorozatok, mert ez inkább a lányoknak. Ugye az apukának meghalt a felesége, és így nem nagyon tud főzni, és mindig boltból vesz ennivalót, és az egyik tanítványát megkéri, hogy hát tanítsa meg őt főzni, hogy ilyen rendes étel is kerüljön az asztalra, és igazából ezt mutatja be a sorozat, hogy így minden részben megcsinálnak valamilyen ennivalót ugye a kislány segítségével. Igen, mert ez egyébként ez egy kedvelt téma, hogy apuka főz, hogy apuka nem tud mennyire főzni. Egyik legnépszerűbb ilyen sorozat volt a 80-as években, de a mangája, ami mai napig fut, a Cooking Papa, ami hasonló, hát nem hasonló, mert ott még a feleség él, csak ott az apuka szépen főzöget, és az van leginkább bemutatva. És ugye itt már előbb már szóba került az, hogy a Shogeki no Soma volt az, ami nagyon sokáig a legnépszerűbb volt, és hogy szerintetek... Talán még mindig az a legnépszerűbb, legalábbis az első három évad talán. Az első három évad, mert hogy az egy ilyen jól összerakott sorozat volt, és hogy nektek mi fogott meg benne legjobban? Hát nekem nagyon tetszettek a kaják egyébként, és mindig éhes voltam közben, és nem kellett. Szóval ez így nem tesz jót az embernek. Egyébként, de tényleg, ahogy bemutatták az ételeket, elmagyarázták, meg azért volt benne feszültség is, meg izgalom. Versenyek. Jók voltak a karakterek is szerintem. Hát ugye az egész teljesen jól volt felépítve, élvezhető volt. Meg ugye volt tétje is a dolognak, hogy nem csak így főztek benne, hanem így meg kellett küzdeni. Ugye a 12-en voltak talán a 12 legjobb diákkal. Hát igen, ez egy ilyen tipikus shonen dolog, hogy van a harc, és csak itt most itt a különböző, hát nem sötét művészetek harcművére viadalát kell túljelni, hanem mint ilyen főzős volt kell, hát és ugye hasonló, hát nem hasonló, de maga shonen fight jelent meg a Torikóban is, mint a kedvencek listáján a negyedik helyen tudott szerepelni. De a legelső olyan sorozat, ami shonen fight és főzés volt egybe rakva, az a 86-os Mr. Ajiko volt, ami abban az évben jelent meg, amikor a Dragon Ball, szóval nem volt olyan könnyű shonen fight-ban akkor újítani. És kérdezem Zsoltit, hogy ez hogyan tűnik, mondjuk a korabeli többi shonen fight-hoz a Ajiko? Hát az Ajiko az igazából összesen 100 rész egy ovával együtt talán, és hát ez is hasonló igazából a Shogeki no Somához, mert hogy
ez is arról szól, hogy a főszereplő kisfiúra igazából felfigyel egy ilyen japán mesterséf, és onnantól kezdve így a szárnyai alá veszi, aztán sorra küzdenek meg különböző ellenfelekkel, hát természetesen főzésben, és ez volt igazából, igen, ez volt a legeslegelső ilyen főzős anime, talán egy vagy két hónappal előzte meg az első epizódja az Oishinbo-ét, tehát hogy így hivatalosan ez számít a legelső ilyennek. Ennek különlegessége igazából az, hogy a Sara ezt csinálta, akiknek talán ez volt a legelső olyan animék, ami nem Mecha volt, ugye a Gundamnek a stúdiója, és ja igen, meg az, hogy a főszereplőt, a kisfiút, aki ott van a borítóképen, őt a Takayama Minami szinkronizálja, aki a Detektív Conanben is a Conan, és ez szóval volt a... Szóval gördeszkás van? Tessék? Látom, hogy itt a főszereplő is gördeszkázik, meg Conan is gördeszkázik, szóval az én külön kérése, hogy az ő karakter azt tudjon gördeszkázni. Fogalmam sincs, azt nem tudtam, hogy a Conan azt tud gördeszkázni, de ez volt a nőnek a legeslegelső animés szerepe. Zsolti természetesen úgy értette, hogy ő ismeri a Conan, csak most nem ugrott be neki. És rendben. És bár ugye szó volt arra, hogy leginkább pasiknak készítenek ilyen sorozatok, vannak csajoknak készített sorozatok is, és az egyik legkedveltebb forma az, amikor különböző három szituációkat ültetnek át kajás részekben. Van a maid café, ugye amikor ilyen felszolgáló lányok vannak a sorozat középpontjában, és van a másik, amikor meg kimondottan a butler café, amikor csinos fiúk szolgálnak föl. Mondjuk szegről végről mondjuk ide tartozik a orán is. Mondom szegről végről, nem azt mondtam, hogy echte az, csak szegről végről. És a két hölgy is megjelent egy-egy ilyen sorozatot, az egyik a Bonjour Kojai Patisserie, a másik pedig a Hukuhodono Duo, és hogy mi tetszett benne, azon kívül, hogy cuki fiúk? Oké, most a Rokuhodo Yotsuiro Biyori-ról fogok nektek beszélni, és hát igaz, hogy mind a négy főszereplő, hát Bishone, de igazából ez nem három anima, szerencsére. Ugye itt van egy ilyen tradicionális japán télház, és abban dolgozik ilyen négy srác. Az egyik a nagyapjától örökölte meg, a másik ilyen gyerekkori legjobb barát, és még szereztek egy ilyen félig olasz, félig japán harmadik tagot, meg egy cukrászt is, és igazából az ő ilyen mindennapjaikat mutatja be ez a sorozat, hogy megismerhetünk benne ilyen, minden részben ilyen egy vagy két ilyen újabb vendéget, az ő problémáikat, meg hogy milyen ételeket szoktak ott fogyasztani. És hát igazából azt mondtam, hogy Bishonenek, úgyhogy kicsit tényleg egydimenziósak, de azért mindegyiküknek van valami egyedisége, ami miatt meg lehet szeretni a karaktereiket. Látom, az egyik a szemüveges, az igen, ilyen szemüveges. Kitalálom, az okos. Szemüveges, macskamániás, ugye a főszereplő. Van még a szakács, ő ilyen fazekas klubot üzemeltet mellette, a cukrász az kicsit szundere, aki szereti ezt a karaktertípust, és a harmadik pedig ilyen, ugye ő félig olasz, és ő csinálja a latte artokat, de azok inkább ilyen sátánista rituálének a rajzai, mint ilyen cukkis macskák, meg ilyen szívecskék a kávéban. Júj! És Lila, neked hogy tetszett a patisserie, hogy mondjuk a, tudom, hogy mondjuk egy Freehez hasonlót is elég sok hát, fiú van. Igen, ugye ez arról szól, hogy egy lány bekerül egy iskolába, ugye itt cukrászatot tanulnak, tehát igazából süteményeket, édességeket készítenek, és akkor ugye körülveszik úgymond a fiúk, akik szintén ezt készítik, és akkor erről szól igazából a történet. Hát én ezt már elég láttam, és nem egy maradandó darab, tehát nyilván, hogyha valaki a témában, tehát hogy mondjuk a cukrászatot szeretné nézni, akkor arra jó, mert ugye itt ez nem az a tipikus főzős anime, hogy főznek, hanem itt a süteményeket készítenek. Igen, meg egyébként ez megfigyelhető, hogy ha lányoknak készítenek kaján sorozatot, akkor általában a cukrászdában vagyunk, szóval nem a hentesboltban,
vagy én még nem láttam hentesről szóló sor. Ez lehet azért lehet, mert ugye a süteményeket meg lehet ilyen több cukira csinálni, meg szép díszítés, meg minden, és ugye ez jobban tetszik a lányoknak, mint hogy eléd raknak. Jó, de egy, nem tudom, valamilyen... Jó, de még a filmoknak sem láttam ilyen tipikus, mit tudom én, horror hentes sorozatot. Néznénk egy horror henteléses hentes sorozatot? Én megnézném. Oké, okay, jó, tudom, hogy mit mondtam, oké, okay, jó, nem kell kirögögni a másikat. Jó, köszönöm szépen. Direkt a fejemben voltunk, hogy nem szabad mondani. És azt kérdezni meg a közönségtől, hogy a két fiú sorozat, mármint hogy a 3-es sorozat közül volt, ami tetszett, néztétek? Igen, nem, senki nem. Nem is tudjuk, hogy miről van itt szó. Nem három, igen, nem három. És nem három, persze, csak azt mondtam, hogy sok fiú van benne. Hát a nézőnek lehet, de a történetben nem. Nem, de senki nem. Pati széri? Jó, ezek azért annyira nem ismert animék, nyilván, tehát nem egy... Jó, nem azt kérdezem, hogy a Dragon Ballt ismeritek. Dragon Ballt ismeritek? Látod, hogy csak egy emberre tette föl a kezét, hogy tök no-name cucc a Dragon Ball. Ez egy Naruto? Na, látod, itt már van majd két ember. Én csak az zöld Narutót ismerem, bocs. Jó, hát kész. Majd meg próbálkozok még egy darabig. Kicsit visszatérve az eredeti témára, a Rokuhodónak pont idén jött ki egy live action verziója, aki esetleg azzal is szeretne próbát tenni, hogy ameddig néztem, elég pontosan követi ugyanazt a történetet, mint az animében, de azért tévészereplősen az egy más élményt tud nyújtani. És ugye nyertél egy másik sorozatot is, ez a Isekai Izekaja. És ugye volt egy másik sorozat, ami a top 3-osból a második helyezett szerezte meg, ez a Isekai Sokodó, és azt szeretném kérdezni tőled, hogy miért pont ez így lett jobban az Isekai közül, szóval a Isekai Izekaja, szóval, hogy van itt haja is? Én az Isekai Sokodót talán jobban szeretem, de arról reklám olvassátok el a cikkünket a magazinban, és igazából az igazi ok, amiért az Isekai, hogy nekem is lesznem kell, és akár Izekaját választottam, az azért, mert egyrészt 15 perc és nagyon rövid, másrészt pedig az utolsó 5 perc, mert egy valódi szakács, egy rendes receptet bemutatja nekünk az adott epizódnak az adott ételét, hogy mi hogy tudnánk megcsinálni, mármint ha meg lenne nekünk mindez a 300 hozzávaló, ugye, ami kéne az aktuális fogáshoz, illetve ilyen felváltva vannak, az egyikben egy szakácsfőz, a másikban pedig egy ilyen színész ellátogat ilyen létező japán éttermekbe, és így kicsit promózza őket. De akkor is az adott epizódnak az ételét ugye mutatja be, hogy hogy néz ki élőben. És igazából a története mindkettő izekájának hát elég hasonló, hogy hirtelen a szótlan szakácsnak, meg így a cserpes pincernőnek az étterme egy ilyen másik világra nyílik, és akkor hát ott kell vendégeket szerválniuk, és az ottani napok persze életükben nem hallottak az ilyen hagyományos japán kajákról, de hát gyorsan függők lesznek, mint mi. és igazából azt mutatja, hogy minden részben jön egy vagy két új vendég, aki ráfügg egy adott japán ételre, és akkor ezt mi is ugye végignézhetjük. Egyébként ugye, hogy ugye a 2010-es évek egyik legnagyobb slágere, vagy a sláger volt ugye az Isekai tematika, és ez annyira bejött a gurmé sorozatokba, hogy megszámoltam, hogy durván 30 manga jött ki ebből a tematikával, hogy és akkor a főszakás átkerült a másik világra, és ott elkezdett főzőcskézni, vagy valami hasonló, hogy a írt egy titkos átjáró abban a étteremben, és már tudtak menni. Kicsit addig, de én sosem értettem, hogy most szerez magának egy zsák aranyat minden hónapban, és azt így hogy fogja beváltani utána Japánban, de hát... Zsák aranyat tudnánk mit kezdeni? Igen, itt van valaki, annak van ötlete, hogy mit lehet kezdeni zsák aranyjal. Rendben. És, de hát nem csak japán kajákkal lehet ismerkedni, animéken keresztül, hanem például lehet kínai konyhaművészeten megismerkedni. Az első ilyen sorozat az egy 95-ös volt, és a Chuko Ichiban volt, de nem erről fog beszélni Lilla, hanem a Meng Chi Shi Shenről, ami ott látható
ha így nézem, akkor a bal szélsőképpen szólt a Manchisisen az... Ez könnyebb szégetük, ez az angol címe, azt hiszem Cinderella Shape. Jó, akkor maradunk a kínai animérél. Szóval miért az? Azért választottam ezt, mert egyrészt ez egy olyan anime volt, én nem nézek kínai animét, de ennek sikerült elérni, hogy ezt végignéztem. És ugye itt is arról szól a történet, hogy a főszereplő lányát kerül, igazából visszakerül az időben, mondhatni, tehát valamilyen szinten ez is iszekály, tehát ugye nem a saját világában nő van. Utazás, skifi. És hát igazából egy főzési hiba miatt kerül oda, mert hogy rosszul készített el egy ételt, és elájul, és egy másik világban ébredt fel, ahol őt ilyen tolvajbanda vezére rabolja, és ott fogva tartja, és azt követhetjük figyelemmel, hogy ő folyamatosan a főzésével úgymond meglágyítja így a szívét ennek a vezérnek. Nem az esküvője napjára vonják el? Talán. Úgy emlékszem, hogy pont így az esküvője lett volna, és akkor úgy rabolták el egy feleségnek. Igen, és akkor ugye itt is, tehát ugye főzőcskézik, mert ugye neki az volt az álma, hogy ő séf legyen, és legyen majd neki egy saját étterme. És egyébként, ami nekem nagyon emlékezetes volt, az, hogy minden főzés előtt volt ez a mondhatni ilyen átalakulás, kicsit ez a magósógyó átalakulás, hogy így felkötötte az ingóját, bekötötte a haját, és ezt így minden egyes alkalommal így ilyen illusztrálva bemutatták, mintha átalakulna Sailor Shape-lé. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon emlékezetes momentum volt. És egyébként 3 évada van már jelenleg, és élő szereplős is kijött, vagy most jön? Szereplős már kijött, igen. Csak igen. Annyira nem... nagyon eltér egymástól a két történet, főleg a főszereplő kedvelhetőségi mercéje szempontjából. Ez animében sokkal jobban kedvelt. Egyébként nagyon sok ilyen gurmi animéből, vagy mangából készítenek live action sorozatokat. Szóval lehet látni, hogy japánokat nagyon érdekli, hogy hogy kell tisztességesen és jól főzni. Szóval nekem csak ez volt, amikor készültem, akkor láttam, hogy ebből is van live action, ebből is van, vagy csak manga, nagyon sokszor nincs is belőle anime, csak. Meg hát ugye külön filmeket is csinálnak a japánok, ami ugye nem animehez köthető. Például amikor az a film volt, amit itthon is meg lehetett nézni a japán alapítványnak a egyik ilyen rendezvényén, amikor is az apuka bentót készítette lányának, és ugye így folyamatosan próbált fejlődni, tehát láthattuk azt a fejlődést, hogy a bentó készítésben hogy halad előre. Hogy... Szamurája konyhában című. Osszantó bentó. Igen, köszönjük Gergő, majd kapsz egy piros pontot. És itt még ugye 14 cím van felsorolva, és én még megkérdezem a Ghibli filmeket, mert az egy ilyen tök jó fogalom. Szóval, hogy Ghibli filmek és kaja, azt mindig lehet, hogy mi az, akik valami ördöngő, eszelősen odafigyelnek, hogy a kaják azok hitelesek legyenek, szóval, hogy nincs. Egyébként így az interneten van is valaki, aki megcsinálta a Ghibli ételeket igaziból. Jó neki. Én a Shogakukan no Soma-ból láttam, hogy ott próbálták így utánozni az ételeket, például ezt az egész ilyen rózsa, ilyen kosár rózsát csináltak ott valamikor ilyen tésztával, és azt megpróbálták utánozni. Hát én a Ghibli filmekkel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy én, hát konkrétan ez mondjuk nem még a, ez még a Ghibli-s korszakok előtt volt a Takahatának meg a Miyazakinak, amikor a Heidi-t csinálták 1974-ben, és hogy annak ugye az elején van az, amikor a főszereplő kislánya Heidi felkerül oda az Alpokba, és akkor ott a nagyapjával a kunyhójukban csinálnak egy ilyen sajtos kenyeret, ami úgy néz ki, hogy a kecske sajtot így megolvasztják a tűz felett, és akkor szépen rárakják a kenyére, és ez is olyan nagyon szépen volt megrajzolva, hogy nekem tényleg kedvet hoztak hozzá, és akkor otthon ki is próbáltam, és egyébként tényleg tök finom volt így. Ez így tényleg teljesen off-topic, de megesküdnék, hogy a Gintamában ezt a jelenetet pont kiparodizálták.
ezt simán el tudom hinni, mert a Heidi az tényleg egy nagyon, nagyon népszerű anime Japánban, tehát... Mondjuk a Gintama, hogy a szinte mindent kiparodizált, úgyhogy... Igen, ez meg a másik. Egyébként volt már, hogy valaki főzött olyat, amit látott animében, és azt mondta, hogy vagy elkészítem, vagy inkább legyek kis macska? Igen, itt látom, itt vannak lelkes jelentkezők, akik így gondolkodnak. Nem tudom, hogy esetleg van esetleg olyan cím, amit még így külön kiemelnétek, mint az Antique Bakery? Hát a Dagasikasit, ugye az nem kifejezetten főzős anime, de ugye ott rengeteg Dagasival ismerkedhetünk meg, amiket bemutatnak, és amiket egyébként mai napig meg lehet venni. De egyébként nagyon érdekes volt ebben az animében, hogy tényleg elmagyarázza, elmondja részletesen, hogy milyen, hogy ez miért olyan, és egyébként tehát sok ismeretanyagot ad. Igen, most nekem az jutott eszembe, hogy manapság nagyon népszerű, hogy különböző sorozatokhoz alkossanak szakácskönyvet. Én megjelent például a Ghibli World, de már a Avatar az utolsó méghajlítóból is kiadtak már ilyen szakácskönyvet. Szóval tök ügyes voltam, hogy megint bele tudtam szőni egy előadásban az Avatárt. És úgyhogy annak semmi köze a világhoz. Haladjunk tovább. És itt különböző ételeket lehet látni. Előételként úgy raktuk a sorrendben, ahogy ugye étlapon tudnak jönni. És az előételben ugye általában sushi, tempura, vagy a sashimi szokott előjönni. Nem tudom, nektek van-e esetleg közvetlen élményetek, vagy animéből, mangából, vagy úgy az életből? Hát így előételekre annyira nincs, mert ezeket a ilyen halas dolgokat annyira nem szeretem. Tehát ugye a sashimi is ilyen sok benne van, úgyhogy nem, a sushit sem. Ugye a mentai piripiri, ami itt van, piriri a Diákon, hogy ez volt a japán alapítványnak a filmfesztiválján, és az is ilyen több sorozat is van hozzá, meg több film is. A Sushi Police az meg egy ilyen kellemes stressz anime. Szóval aki szereti a kicsit rövid, de sushiról szóló történetet, annak tudnám ajánlani ezt a kis szösszenetet. Egyébként ja, hát én továbbra sem vagyok kibékülve a sushival, szóval inkább tempurát eszek, mert az tök jó már, hogy palacsintatésztában van a zöldség beletekerve. Szóval én inkább azt pártolom. Hagyjunk. Vannak a különböző levesek, mint a miso, a ramen, az udon. És tudom, hogy esetleg a ramen, vagy a udont jobban kedvelitek, vagy a miszót? Én az udont jobban szerettem, mert annak a tésztája meg a finomabb, illetve sokkal karakteresebb íze van szerintem, mint a ramennek. A miszó az meg egy ilyen... Hát ez egy ilyen elő, tehát hogy ez nem egy olyan leves, mint a ramen nekem, hanem ez egy tényleg egy előétel. Tehát azért a ramen meg tud lenni úgy főételként is, hogyha nagy adagot adnak, de egy miszót nem. Tehát ez egy ilyen kiegészítő étel. Én is így vagyok velem, hogy inkább a ramen, egyébként is ott van Naruto, szóval az már egy külön pozitívum. Én kiemelnék egy dokumentumfilmet, az a cím, hogy a Rámenisten. Azt a magyar tévék is adták, azt megemlék a nemrég megbezárt Digi film, vagy Digi Toku film, nem tudom, Digi Világ című csatornán volt. Ez egy öreg rámen főző mesterről szólt, akinek a boltja előtt, ami 12-kor nyitott, már előtte 2 órával megálltak az emberek, hogy ők még hátra fognak kapni abból a rámenből kóstolat, mert ez nagyon finom és nagyon laktató a rámen volt. Szóval ez egy olyan jó kis dokumentumfilm, és aki szereti a szentimentális doksikat, azoknak nagyon szívesen tudom ajánlani ezt az alkotást. Azon is volt, én tudom, hogy tévében láttam, hogy azt kiabálja itt egy úriember, teljesen fölöslegesen, hogy online filmfesztiválon is volt a Rámenisten.
Igen, vannak a főhéterek, van a Gohan, ez nem Gokunak a gyerekét főzik meg és aprítják darabokra, hanem így nevezik magát a fő twist Japánba, van onigiri, ojakudon, okonomi, takoyaki, curry, katsudon, és itt van alul ez a különböző címek, amiket lehet látni. Tudom, hogy nektek mi a kedvencetek, van esetleg, amit így külön kiemelnétek? Én a curryt jobban pártolom ezeken belül. Hát a curry és az okonomiyaki, az a kettő, ami az okonomiyaki, az nagyon finom, különleges étel. Egyébként, ami itt lehet látni, itt a jobb szélsőn, az egyébként egy okonomiyaki kis ételek kelnek életre, és vannak különböző kalandjai, szóval akik, hát ilyen kis cukiság az egész. Desszertek közül, mert szóba került a dagashikashi, meg itt a különböző édességek, nem tudom, hogy van-e esetleg a vagasi, vagy a dangó, vagy a mochi. Van az a kürtös kalács-szerűség. A baonkuhen. Az. Igen, a baonkuhen, az nagyon finom. Meg ugye hát a japánok olyan süteményeket tudnak csinálni, hogy egyszerűen annyira puhák, és annyira nem tudom, hogy csinálják őket, hogy mondjam, hogy ilyen szellős, tehát hogy nem tömör, hanem ilyen könnyűek. Könnyűek, igen. Tehát valamit ők tudnak, ez biztos. Szoktuk valamelyiket enni? A dangót, vagy a mocsit? Nem, jó, hogy csinálni, mit veszünk, oké. Nem, de én se kóstoltam ezeket, de elmondta egyébként, tudom ajánlani, akit érdekelnek az édesség, ez talán múlt vagy ezelőtt, kettővel ezelőtti szezonos anime, igen, ugye? Igen, ez egy ilyen aránylag friss. Igen. Hát ez is egy ilyen... Neked hogy tetszett? Szerintem aranyos volt, bár akit pont az édességek érdekelnek, mint édességkészítés, az annyira... Hát ez nem az ő animéje, de egyébként nagyon sok szép édességet mutattak benne, ugye ez egy ilyen... Nem cukrazdának nevezik, nem? Hát ilyen vagasinak szokták általában. Hát ilyen tradicionális ilyen japán édességeket készítenek benne, és ugye az unoka, hát az énekes álma így kicsit szertefoszlottak, és így hazamegy így átvenni a családi műhely, de addigra a nagyszülők már hát szereztek maguknak egy újabb örököst. Csak az egy ilyen, még egy ilyen általános iskolás kislány, úgyhogy nagyon nem tud vele rivalizálni, de inkább újra úgy dönt, hogy újra így visszatér a gyökereihez, és gyakorolja az édességkészítést ő is. Nem, mert ugye Japánban a vagasinak nevezik, ez a klasszikus japán édességeket, amit babpasztából készülnek, vagy az az alapanyagok, mert ugye Japán el volt zárkózva, itt hozzájuk nem érkeztek be se a cukorrépa, se a cukornád, se a vanília, szóval nekik más alapanyagokat kellett megkeresni a sütemények édesítéséhez, és ezért alakult ez ki náluk. Nem tudom, hogy vannak ezek a különböző, szoktuk látni akár japán filmekben, akár animékben is, hogy bemegy egy jó ember a boltban, és vesz egy kb. Egy ilyen tonna édességet, és fizet érte, vagy két ilyent, és kimegy a boltból, hogy Magyarországon tudtok-e ilyen boltot, ahol lehet ilyeneket vásárolni? Igen, az Ázsia Centerben nyílt nemrég egy élelmiszerbolt, ahol lehet japán édességeket, nasikat venni. Például a Milkist is, ami egy ilyen tejalapú ilyen cukor. Az is japán tradíció, tehát egy ilyen nagyon ismert régóta van az az édesség. Baonkuhen is lehet venni, illetve nyilván mocsit lehet venni, zöldtás kekszeket. Tehát sok mindent. Jó, de? Nyilván a belvárosban is lehet ilyeneket találni, csak ott nincs akkora választék, mint az Ázsia Centerben, de tehát ugye itt a nyugati környékén is vannak ilyen élelmiszerboltok.
Hát meg nyilván itt ilyen rendezvényeken is lehet találni. Az nem teljesen az aktuális preziát köthető, de így eszembe jutott, hogy például a Diamondban is, meg a Rokuhodóban is előkerül, hogy elég nehéz az ilyen tradicionális így ugye üzleteknek is fent maradni, ugye például a hagyományos ilyen teaházaknak is, meg ugye a hagyományos ilyen bagasi boltoknak is, mert így kicsit elnyomják őket, ugye sokkal olcsóbb, meg ilyen újabb dolgok. Ugye azért jó, ha itt beszélünk róluk, hogy legalább mi is tudjunk róluk, amíg még léteznek. Mert bármilyen szabszorban is hangzik. Hát igen, mert szóval ez így, hát talán jó dolgok azok jelenni, na minden jó volt 20 év előtt. Addig próbáljuk ki, amíg van. Hát így van, így van. Sokkal jobb volt, amikor óvodás voltam. Most tegye fel az a kezét, aki nem volt boldog óvodásként. Ja, jó, na, szóval, igen. Itt italok. Vannak ugye alkoholmentes italok, leginkább a legismertebb talán a zöld tea, különböző. Ugye náluk ugye azt mondják, hogy csá, nálunk meg az, hogy tea, de világot így is ketté lehet használni, hogy tea, a másik fele meg csának mondja, akkor lépjünk is, intjünk is egy csát a zöld teának. És nem tudom, hogy itt Magyarországon is már lehet kapni japán alkoholos söröket. Próbáltátok esetleg? Vagy inkább próbált a közönség már bármelyiket is? Ez az Asahit? Asahit? Jó van, na, jó, nem tudok beszélni. Ja, ez se. Hát most oké. Én sört, igen. Ott van az alkoholista. Aki alkoholista, csak nem vallotta be, az oda menjen nyugodtan. Igen? Szóval? Én sört ittam, és szerintem sokkal lágyabb íze van, mint a magyar söröknek. Illetve szakét kóstoltam még, ami szintén nagyon finom, és szerintem annak is lágy íze van, annak ellenére, hogy ez ugye valójában egy pálinka, aztán ugye megkóstolsz itthon egy pálinkát, hát nem olyan fejet vágsz a kettő után. De ugye ehhez az is hozzátartozik, hogy a japánok ugye sokkal kevesebb ilyen alkohol lebontó enzimük van, és ezért ők jóval kisebb adagtól és gyengébb alkoholoktól ugye hamarabb berúgnak. Valószínűleg emiatt is van, hogy sokkal lágyabb az ő alkoholjaik íze. Egyébként nem tudom, hogy eljutott-e mindenkit, de két héttel ezelőtti hír volt az, hogy a japán kormány programot hirdetett a fiatalkori alkoholizmus érdekében, szóval a fiatal felnőttek igyanak minél több szesztől azért ez így. Már hogy kevésen isznak már manapság alkoholos italokat, és hogy nehogy tönkre menjenek az alkoholgyártó üzemek, ezért a fiatalok tessék több alkoholt inni. Szóval... Ripsops megvan, hogy lehet jegy, ennyien tudom, 4 millió forint, szóval nyugodtan. Nem tudom, nekem leginkább azt szokott idegesíteni, hogy isznak egy kort sör, és úgy csinálnak vele, mintha nem tudom, 5 éve nem ittak volna már egy centiliter folyadékot, és most ez és szószoros azért értelem az életüket mentette volna meg. A másik, amit így eszembe jutott, hogy klisék, amikor a zöld teát iszogatják, hogy azt csak és kizárólagosan a ilyen 1000 éves vázába, vagy nem tudom milyennek a pontos neve. Csészéből tudják inni, kimondottan, kimonóban, éjszaka, és akkor ott nézik a tájat, a csillagos eget, és ezt valahogy csak így lehet. Nektek hasonló élményetek? Ami most eszembe jutott egyébként, most, hogy így mondod, hogy az animékben mi van, hogy Ramunit nem szoktak nagyon inni az animékben. Ugye a Dagasikasiban ittak nyilván, mert bemutatták, de egyébként nincs az, hogy veszek egy ramunét, és akkor elviszogatom. Ugye ott általában ezeket a vending machine-eket használják, ugye megnyomják, és akkor kijön a dobozos üdítő. Általában ezeket szokták inni, de hát tényleg, tehát, hogy ez, hogy kinyitják a ramen, ugye a ramen, a ramunét, ez nem nagyon jelenik meg, miközben azért ez egy elég jellegzetes ital a japánoknak, amit én személy szerint annyira nem szeretek, mert szerintem nagyon olcsó íze van. Melyikben van üvegben jó? Abban. Abban.
Igen, szóval a Ramona, ugye az ott lehet látni, hogy szóval ez egy ilyen kis üveg, amiben van egy valamilyen limonádészerűség, és benne van egy üveg golyó, ami azt gátolja ki, hogyha fejjel lefelé tartanánk az üveget, akkor ne jöjjön ki belőle a nedű. Ezt általában ezt a nyári részekben szokták elsütni, abban azokban a részekben, amikor kimennek a tengerpartra és szétvernek egy dinnyét. Ez megvan a dinnye szétverőses tengerparti epizódok? Igen, ez is ilyen teljesen klasszikus kajához kapcsolódik meg. Hozzák a dinnyét. Igen, hozzák a dinnyét. Én kipróbáltam. Jó, oké, nem vagyok eléggé... Jó, tudom, elég fura csávó vagyok, de próbáltam már más is sózni a dinnyét? Nem? Hát persze, senki nem látta a Dragon Ball-t, szóval ez sem meglepő. Egyébként nekem eszembe jutott egy sorozat, amit én kimondottan láttam, ez a Bartender című sorozat volt. Itt különböző bármixernek a mindennapjait látjuk, ahol a betérő vendégek problémáit különböző koktélok segítségével oldja meg. Nem óvó, hogy matrészeké itatja őket, hanem ilyen kísérletvezetés. Hát, hogy mindig olyan koktélt készít, ami az adott helyzetre, vagy az adott a személyiségére ráillik, és hogy mindig megtalálja azt, ami tökéletesebb a szituációban, vagy annak az embernek. És vannak még különböző más klisék is, például az egyik az, hogy a márkanevek átírása, szóval van ez a McRonald, a McDonald's-nak a különböző Mac King Burger, szóval talán a Okari sem Dr. Peppert ívett a Steins Gate-ben. De ők bevár a Dr. Peppert. Hát vagy például a Fanta helyett Ponta. Igen, meg Tepsi, igen, tudjuk. Jó, oké. Ez is feltűnő, hogy Japánban az anibék szerint minden négyzetméter minimum 5 darab étel-ital automata jut. Ez igaz. Jó, a másik, ez a pirítós a szájban futás. Futott-e már bárki pirítósol a szájában? Igen, hogy látom, hogy van. Le kell lógni a pirítósnak, nem egy igen, le kell lógni. Legváros volt? De legváros pirítós volt? Szóval ez egy ilyen... Ez tök furú, nem, hogy japánokat mindig úgy tartjuk, hogy ők tök precíz, pontos emberek, de iskolában mindenki elkésik, és akkor pirítósra kell futni a szárba. Hát még jó, hogy nem gabonapehely tesznek az utcán futás közben. Akkor vannak ezek a különböző nagy zabáló karakterek, mint a Luffy, vagy Goku. Sasha. Szinte mindegyik ilyen szónál főszereplő. Igen. Hát még Sasha a titán volt, ugye? Igen, tánként. Igen, hát és egyébként is, ha belegondolunk, a titán volt talán a 2010-es évek legnagyobb kajás sorozata. Nem szóval a kaják védekeztek a... Nem? Nem szóval csak én gondolom hülyeségnek, szóval... Mi van még? Hát Japánban a legalább 14 éves srácok is, mint a képen látható bentót, úgy összedobják maguknak. 14 évesen a legnagyobb dolog az volt, hogy vettünk egy égsötét, de ilyen bentót összerakni. Nem? Mert mindig kell onigirit csinálni egy epizódban. Vagy esetleg az a polip. Igen, a virslipolip. Virslipolip, igen. Ugye iskolás fesztiválok, és ott mindig eszik ezt az almát. Cukros almát, igen. Hát meg ugye, ami jellegzetes, az edzőtáborba, ha elmennek, mindig körit csinálnak. Akkor meg van ez a nyugatias tálalás, ez is föl. Nekem ez itt mindig zavaró, hogy nekik itt csak büszkék ezek a japánok a teakultúrájukra, de ettől függetlenül olyan étkészletekünk van, a legutolsó kis hokkájdói kis faluban is, hogy hát komolyan mondom, ők apámnak volt cukrászata, hát nekünk nincsenek ilyenek, de hát mindenki ilyeneket csinál. És akkor még van klisékről nem beszéltünk, mint a klasszikus karácsonyi torta, vagy a lányok csinálják a sütit, a csokit, a fiúknak. Ja, igen, ugye a Valentin nap meg a fehér nap, ugye amikor egymásnak csokit adnak, és ugye mindig készítenek csokit.
Meg ugye, ami még nagy kliség, hogy általában mindig van egy karakter, aki annyira rosszul főz. Orihime a Bleachből. Hogy egy ilyen lilaszínű, halálfejes katymasz működik. Igen, és akkor ugye megkóstolják a többiek, és így kidőlnek tőle teljesen. Tehát ez egy ilyen tök nagy kliség egyébként. Egyébként, aki úgy gondolja, hogy szeretne Valentin napra csokit főzni, nekem az nyugodtan főzzön. Hogy Budapesten számtalan japán-ázsiai éttermet találunk. Egy annyi a helyzet, hogy sajnos Egerben az egyik megszűnt, talán a Mr. Sushi az, aki megszűnt, de ugyanakkor Szekszárdon nyílt egy. És nem tudom, hogy vannak itt esetleg vidékről, szóval Budapestről, hogy kijártok-e esetleg bármelyik műintézményben, nem? Itt csak budapestiek vannak. Akik nem néznek Dragon Ballt. Tessék? Igen, itt egy hős ember, de nem volt vidéken, japán kajáldával. Jó. Tudom, hogy esetleg... Jó, mert egyébként... Fog meg légy szíves. Csak arról... Ezt is ügyes vagy. Szóval csak az jutott eszembe, hogy sokan szokták panaszkodni arra, hogy nehéz japán kajákat készíteni, vagy japános dolgokat beszerezni. És én direkt hoztam olyanokat, amiket a kimondottan a sarki boltból tudtam megvenni. Így van mochi, meg hát ilyen magi, pirított tészta teriyaki szószal. Igen. Ja igen, ez csak egy ilyen teljesen random érdekesség, magyar konyha japánul, aki nagyon szeretne. Egyébként lehet találkozni magyar ételekkel is, főleg borokkal. A Kót vízben is volt. Spice family. Igen, ebből a, ebben a vakavakán sorozatban. Hát most nem így, mit mond a kis csaj, nem? Vak, hát szegen, most... Oké, megmagyaró! Így mondja. Igen. Szóval, ezt csak már azért mutattam, hogy nem kötelező, csak is kimondottan ilyen ázsiai különleges boltokat felkeresni. És szerintem az időnk az lejárt, nem? Időnk az lejárt. Hát, 5-5 tájéken. És a legfontosabb üzenet az, hogy nézzetek sok animét. Én még azt mondom, nézzetek jó animéket. Jó, szóval ne sokat, jó, inkább nézzetek jó animéket. Jó, öt Dragon Ball. Na jó, köszönöm szépen. Sziasztok, találkozunk legközelebb. Nagyon cukik voltatok. Akik akar személyesen találkozni velünk, az ott kint lehet őket hármunkat találni, engem nem. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!